Kora délután érkezett meg Budapestre Vlagyimir Putyin. Az orosz elnököt Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta a repülőtéren, majd szigorú biztonsági intézkedések mellett a Karmelita kolostorba érkezett a delegáció, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Vlagyimir Putyint. A több órás tárgyalást követően Magyarország és Oroszország több megállapodást is aláírt, például egészségügyi, sport és vasúti fejlesztésekről, és az olajszállítás biztonságáról is. Orbán Viktor azt mondta, hazánk és Oroszország között nem csak gazdasági, hanem politikai együttműködés is van. Egyetlen ország sem tudja megváltoztatni a házszámát. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország abban érdekelt, hogy a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés minél inkább javuljon, mert ha a NATO és az orosz kapcsolatok jók, akkor az a hazánk is nyer. Vlagyimir Putyin szerint a két ország közötti együttműködés nagyon jó. Az orosz elnök szerint kiemelt jelentősége van a paksi atomerőmű bővítésének is. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztató után tárgyalt az üldözött keresztény egyházak vezetőivel. Gréci Zsolt, a DK frakció szóvivője itt van már velem szemben. Jó reggelt kívánok, köszöntöm nálunk. Az előbb már beolvastam a nézőknek, hogy Gyurcsány Ferenc úgy reagált a tegnapi találkozóra, hogy olyan egyszerű, mint az egyszer egy, Putyinnak nem érdeke az erős Európai Unió, Orbán Viktornak sem, ezért találtak egymásra. Orbán Putyinnak nyit utat Európa gyengítéséhez. Hát a Fidesz meg azt mondja, hogy elképesztő az ellenzék képmutatása, az önöké is. Hát nem mindegy, hogy mikor találkozik valaki valakivel, és akkor az illető mit képvisel. Tehát mi a DK-nak a baja azzal, hogy most találkozik Orbán Viktor Putyinnal évről évre? Hát egyrészt az is sok, hogy valaki magyar miniszterelnök évről évre találkozik egy orosz elnökkel, mert nem kell minden évben szerintem találkozni, de ha minden évben találkoznak is, azért azt azért lehet látni, hogy Putyinnak és Orbánnak is az az érdeke, hogy az Európai Unió gyengüljön, hogy szélsőségesek kerüljenek hatalomra a lehető legtöbb Európai Uniós országban, közös érdekük a menekült válság bármilyen szinten tartása, hogy újabbak érkezzenek, lásd a török-kurd háborút, illetve a Törökország agresszióját a kurdokkal szemben, és azt látjuk, hogy mintha Vlagyimir Putyin valami olyasmit tudna Orbán Viktorról, amit lehet, hogy mindenkinek kéne tudnia. Erre még kitérünk. Fogja. Igen. Azt mondja, hogy nem kellene minden évben találkoznia. Miért nem? Miért változott meg az álláspontja? Vagy Putyin változott meg? Mi a baja ezzel a DK-nak? Gyurcsány Ferenc ötször találkozott 2005 és 2009 között. Az azt jelenti, hogy volt egy olyan év minimum, ahol kétszer is. Mi változott? Ugye hát Putyin változott, meg az orosz viszony változott meg az Európai Unióhoz. Putyinra, amikor jött, akkor Magyarországra, vagy Gyurcsány Ferenc járt Moszkvában, akkor nem a Paks 2-ről volt szó, hogy eladósítjuk a magyarokat több évtizedre, az unokáktól, vagy a csecsemőktől az aggasztyánokig egy teljesen értelmetlen és fölösleges beruházással, hanem Gyurcsány Ferenc visszaszerezte a Sárospataki könyvtárat. Tehát nagyon jobban voltak. Az a Putyin, Gyurcsány Ferenc nyilatkozta, hogy gyerekekről mondom, beszélgettek, meglátogatták egymást otthon is. Mi történt Putyinnal? Nem mindegy, hogy az a Vlagyimir Putyin az 56-os öröklángnál, amikor Orbán Viktor még nem vitte el a Kossuth térről, és még nem szégyelte 56-ot, akkor térdre ereszkedett az a Vlagyimir Putyin Gyurcsány Ferenc mellett, és bocsánatot kért a szovjet beavatkozásért. Nem mindegy, tehát az 1990-es Orbán Viktor sem ugyanaz, mint a 2019-es. Igen, csak az mondjuk nagyon, tehát azért az majdnem ugye 29, vagy 30 évről beszélünk. Még egy idézet ahhoz, hogy tényleg mi a fene változott. Ténykérdés, hogy ma a világ Európán kívüli három hatalmi központja az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Magyarország számára a szövetséges barát Egyesült Államok, Oroszországgal és Kínával is szoros partneri kapcsolatot kell kiépíteni, akkor is, ha nem mindenben értünk egyet velük, mert ez Magyarország érdeke. Az, hogy... Ugye, mintha csak Orbán Viktor mondta volna, de ez Gyurcsány Ferenc mondta 2009-ben. Természetesen természetesnek tartottuk, hogy mindazt, amit Orbán Viktor lerombolt Oroszországgal az első miniszterelnöksége alatt, azt a Medgyessy kormány megpróbálta rendbe tenni. 2002-től is jelentősen javultak is a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok, magyar relációban például, de mondom, nem mindegy, hogy kivel, mikor találkozik az ember. Nem mindegy, hogy Erdogánnal most találkozik valaki, vagy 2007-ben találkozik valaki Erdogánnal. Az tehát ezzel alatt a pár év alatt akkor igen, hát jelentősen megváltozott Putyin viselkedés az Európai Unió irányában, és hát Orbán Viktoré meg pláne. Ugye Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondja, hogy már a nyugat-európai vezetők is igyekeznek a lehető legtöbbször találkozni Putyinnal. Nyoma sincsen a szégyenlősködéseknek, ők is találkoznak, és igyekeznek jó kapcsolatot ápolni Moszkvával.
Moszkvával, és igazából Európa és Oroszország kapcsolata felszínen a konfliktusokról és a vitákról szól, az alatt viszont ez egyáltalán nincs így. Akkor melyik a jobb politika, a szemérmes vagy a pávatánc, ahogy az ellenzék szokta mondani a miniszterelnökre, vagy ez, amit ők csinálnak? Hát ha nem emlékeznék arra, hogy Orbán Viktor mit csinált akkor, amikor most gyorsan aláírtak egy ilyen gázbiztonsági vagy gázszállítási biztonsági szerződést, amikor 2007-ben Gyurcsány Ferenc Vladimir Putyinnal aláírt a déli áramlathoz való csatlakozást, akkor pedig Magyarország érdekeinek kiárusításáról beszélt. Nem ugyan azért az beszélt Orbán arról, bocsánat, csak hogy tiszta legyen, mert 10 évre titkosították azt a szerződést a déli áramlatról? Hát ugye nem minden szerződés tartozik mindenkinek a nyilvánosságára, ez természetesen így van, ez nem egy politikusi vagyonnyilatkozat, amit jó lenne pontosan és szabályosan kitölteni. Jó, csak azért mondtam, mert önök is szokták, az ellenzék is szokta a Fidesz kritizálni, hogy miért titkosítja ezeket a szerződéseket. De mondjuk egy nemzetközi gázszállítási szerződést ne olvasson már el mindenki, azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Tehát mondom, nagyon jelentősen megváltozott egyébként Orbán helyzete is. Tehát ha Orbán az Európai Unióban egy erős bástya lenne az európai egység és az európai pozitív irányok mellett, akkor nyilván más lenne a helyzet, de Orbán Viktor ma Európa páriája, akit még a néppártban is felfüggesztettek, és hát gyakorlatilag nincs komoly politikus, aki komolyan szóba állna vele. Nézzük még ezeket a nyugati országokat. Oroszország 10 legnagyobb kereskedelmi partnerének többsége EU vagy NATO tag. 2017-hez képest holland-orosz kereskedelmi forgalom 23%-kal nőtt, francia-orosz 40%-kal és a német-orosz 56%-kal. És mi ezzel a probléma? Ez teljesen normális. Az a probléma... De akkor az miért probléma, hogyha Magyarország hát és Oroszország is nő? Az probléma, hogy Putyin például támogatja Törökországot abban, hogy bombázza a kurd gyermekeket. Ebben például nem kéne támogatnunk Putyint. A demokratikus koalíció szerint mi lenne a helyes külpolitika Oroszországgal kapcsolatban, most jelen pillanatban? Hát nyilván a gazdasági kapcsolatok fenntartása fontos, politikai kapcsolatok fenntartása fontos, de miért kell nekünk Paks 2? Bánatnak van szükség egy olyan beruházásra, amelyik 50 évre eladósít minden magyar 100 000 forintokkal. Az a kérdés, hogy kell-e Paks 2, vagy a szerződés a rossz? Mert ugye a kormány azt mondja, hogy nincs olcsó energia Paks 2 nélkül, több szakértő is azt mondja, megoszlanak a vélemények. Természetesen nem oszlanak meg a vélemények, hazudnak. Az alternatív energiák sokkal olcsóbbak. Napenergia, szélenergia, ezeket kéne például adókedvezményekkel támogatni. Paks 2-ről a Fideszen kívül senki más nem mondja, hogy ez egy hasznos beruházás. Nyilván az összes párt szakértője idiótákból áll, hogy azt mondják, hogy ez fölösleges, kártékony, és mondom, sok-sok évtizedre adósítja el a magyarokat. Ez a szerződés darabra. Rossz. Vissza még az atomenergiára, hogyha megnézzük Németországot, most ugye ott van egy példa előttünk, Angela Merkel bejelentette annól, hogy le kell állítani az atomerőműveket, szénerőművek lesznek, meg nem tudom micsodák, de a zöldek már most tüntetnek, és háromszor annyit fizetnek egy kilowattóra áramért, mint a magyarok. Szegény Németország. Én úgy sajnálom őket, amikor megyek Németországban, és látom, hogy minden pajta tetején napenergia, napkollektorok vannak, úgyhogy nagyon szeretném én, hogyha a német átlagfizetéshez képest a németek egy kicsit többet fizetnek bármiért, ha ez így van. Hát ezért ne sajnáljuk, de hát a zöldek meg azért tüntették, hogy állítsák le ezeket az erőműveket, mert borzasztóan, hát nem klímabarátok enyhén szólva sem. Az atomerőmű meg az. Hát az atomerőmű, mondom, eladósítja a magyarokat 30 évre, mondom minden magyart. Önt is, kedves néző, meg önt is. El fogja adósítani 30 évig, fogjuk ezt fizetni. Ez, mikor fog ez nekünk megtérülni? Soha. Na, térjünk vissza arra, amit az elején mondott. Azt írja Gyurcsány Ferenc, meg ön is azt mondja, mi keresni valunk van egy ilyen Oroszország mellett, nem partnerek, kiszolgáltatott csatlósok leszünk, de mivel fogja Putyin Orbánt? Mert valamivel fogja, Orbán magától nem lett ilyen vak. Mire gondol Gyurcsány Ferenc és ön ilyen talányosan? Hát arra, hogy egész egyszerűen nem értjük ezt a pálfordulást. Tehát 2007-ben, amikor Gyurcsány Ferenc egy gazdasági szerződést köt a déli áramlatról, akkor Orbán Viktor lecsatlósozza Gyurcsány Ferencet, ugye, kirohan és örjön azért, hogy Gyurcsány Ferenc hogy mer egy gazdasági szerződést aláírni, ami egyébként Magyarország számára nyilvánvalóan előnyöket jelent, ellenben Paks 2-vel, és most pedig gyakorlatilag Putyin
nemzetközi lépéseit támogatja, és nem csak gazdasági szerződésekről van szó, mondom, Törökországról van szó, az unió szétveréséről van szó. Konkrétum nincsen a kezükben, hogyha visszaugrunk egy kicsit a választások elé 2018-ban. Nézzük meg az osztrák név. Bocsánat, egy pillanat, akkor Gyurcsány Ferenc azt állította a kampányban, emlékszünk rá, sokan azt mondták, hogy blöfföl, hogy Oroszország megfelelő szervei információkkal rendelkeznek a Fideszhez, és személyesen Orbán Viktorhoz köthető pénzmozgásokról. Azt mondta, hogy ő betekinthetett dokumentumokba, azok másolataiba, ezt az állítást ezek alátámasztják. Ezek hova lettek? Hát nyilvánvalóan, ha ez a birtokunkban lenne, akkor erről nyilván beszámoltunk volna. De mondom, ha Oroszország Európai Uniós szétverési akcióiról beszélünk, akkor nem csak Orbán Viktorról beszélünk. Nézzük meg, mi történt az osztrák szabadságpárttal, Strachéval. Kiderült az orosz kapcsolata, megbukott. Mi történt Salvinival? Kiderült az orosz kapcsolat, megbukott. Hát ezek, ne mondjuk már, hogy ezek sima gazdasági kapcsolatok, amelyek ártatlanul gázszállításokról szólnak, ezek nem erről szólnak. És akkor Trump történetéről még csak nem is beszéltem, hogy hogyan befolyásolja Oroszország az Egyesült Államok napi politikáját. Sajnos lejárt az időnk. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel.